Már az utolsó simításokat végzik a földmunkagépek a Tisza töltésén Tiszacsegénél. A már meglévő védműveket több kilométer hosszan újítják fel, Magosliget, Uszka, Tiszabecs, Tiszacsécse, Milota és Tiszakúród vonalán, ahol pedig szükséges, ott újakat is építenek a Feti vízik szakemberei. A beruházás célja, hogy az árvízi biztonság növelése mellett a terület védekezési rendszere megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak is. Maga ez a beruházás Tiszakorról és Magosliget között a meglévő árvízvédelmi mű jogszabály előírásra megfelelő kiépítését foglalja magába. Alapvető célja, hogy az árvízi biztonságot megfelelő mértékre tudjuk növelni. Ezen beruházás keretében a meglévő töltéseink közel 1,5 méteres magasítását fogjuk elvégezni. Részben a földművek szélesítésével, magasításával, illetve ahol erre települések miatt mondjuk megfelelő hely nem áll rendelkezés, ott pedig árvízvédelmi fal alkalmazásával. Beruházás keretében 5 darab keresztező műtárgy átépítésére is sor fog kerülni a megfelelő jogszabályi előírásoknak megfelelően. A területi felügyelő szerint azért éppen ezen a szakaszon van szükség a beavatkozásra, mert árvízvédelmi szempontból ez az ország leginkább veszélyeztetett része. A fejlesztéssel azonban a védekezés elősegítése mellett turisztikai célokat is megvalósítanak. Az igazgatóságnak korábbi célja is az volt, hogy megvédő létesítmények más funkciót is be tudjanak tölteni, tehát ez az országos kerékpárút hálózathoz tudnak csatlakozni, tehát ezáltal elérhető lesz, hogy a túrszamos árvízvédelmi rendszerekkel, a meglévő tározók összekapcsolásával, tehát több 10 kilométer kerékpárút áll majd az ide látogatók rendelkezésére. A beruházás készültsége jelenleg megközelítőleg 70%-os, így várhatóan 2019 nyarára befejeződik a teljes szakasz árvízvédelmi beruházásának fejlesztése.